Sziasztok! Az alábbiakban bemutatom az UOVision felhőszolgáltatás működését, az ingyenes részről is lesz szó, illetve azt fogom bemutatni, illetve kitérünk a fizetős részre is, ami egyébként minimális. Először is el kell látogatnunk a linkeházi.com weboldalra. Itt egyébként az oldal alján megtaláljuk a QR-kódját a telefonos applikációnak is ügyeljünk rá, hogy elég közel van egymáshoz a két QR kód, úgyhogy az androidosok ügyeljenek rá, hogy az androidra mutassák a fényképezőgépét a telefonnak, az Apple felhasználók pedig az iOS-re, és ott le tudják tölteni a telefonjukra az linkeázi applikációt, amivel a későbbiekben fogják használni a kamerát, de az első beállításokat célszerű számítógépen megtenni, Szóval linkeazi.com, itt a weboldalon, ha még nincsen felhasználói fiókunk, akkor alul a sign up-ra kell rákattintani, és itt regisztrálni egy felhasználói névvel, egy e-maillel, e-mailbe fogunk kapni egy visszaigazoló kódot, azt kell ide beírni, illetve kétszer beírni a választott jelszavunkat, jóvá hagyni a feltételeket, és rányomni a sign up gombra. Ha ez megvan, akkor itt a loginnál tudunk belépni, és ez a képernyő fog fogadni minket, arra kér a linkeázi, hogy adjunk hozzá egy új kamerát a fiókunkhoz. Sajnos ez csak angol nyelven működik, illetve aki tud németül, az még választhat németet, magyar nyelvű ebből még nem készült. Rányomunk itt az Add Device nevű gombra, egy kamerát hozzáadjuk, itt adhatunk neki egy választott nevet, maximum 8 betűből állhat, és tartalmazhat számokat, betűket, illetve szóközt is. Az SN-hez és az e mail beírjuk a kamerának a belsején, oldalán, hátulján, típustól függő széria számot és e-mail számot, ez mindig rajta van a készüléken, csak meg kell keresni a matricáját. Ebben a legalsó mezőben pedig a kamera várható helyszínének tudjuk megadni a leírását, ez nem kötelező mező, csak a két piros csillagos a kötelező. Jóvá hagyjuk, és már itt is vagyunk a kamerának a kezelő felületén. Itt fönt még azt mutatja, hogy nulla az akkumulátor, nincs térerő, az SD kártya 0% hiszen egyelőre a kamera még nem csatlakozott a felhőhöz, ezek akkor lesznek itt aktív adatok, amikor már összecsatlakozott a készülékkel, és a kamera mindig küldi az aktuális státuszát. Hogyha több kameránk is van, ezek itt fognak egymás alatt megjelenni, és ezt a Personal Page nevű oldalon érjük el. Aztán van itt nekünk egy Settings, egy Superview, egy Location és egy Account menüpontunk. Ez a Settings, és itt a kamera melletti Settings lényegében ugyanoda vezet, ez csak a kamera specifikus beállítások, ez meg egy általános gomb, de ott ugyanúgy ki tudjuk választani a kamera beállításait, beállításait mindjárt oda is elmegyünk. A Superview-ba lehet a küldött képeket visszanézni, location-ben a helyszíneket, az account meg a mi saját adataink. De még mielőtt ezekkel foglalkoznánk, el kell látogatnunk ide a Service and Support menüpontba, ugyanis le kell töltenünk egy kis beállító fájlt a kamerához, hogy megkapja a mobil szolgáltatónknak az APN adatait, elérési adatait, hiszen ezzel tud a kamera internet kapcsolatot létesíteni, magyarán csatlakozni a felhőhöz. Rákattintunk a Service and Supportra, és itt pedig a Setup főre. Itt kiválasztjuk a kamerát, de valószínűleg a e-mail és a sorozatszám alapján a rendszer már tudni fogja, nem is kínál másik lehetőséget nekem se, én most egy 785-ösön mutatom be nektek. Alatta az országnál válasszuk ki Magyarországot, Hungary, itt pedig a mobil szolgáltatót, hát itt még egy kicsit régi megnevezések vannak, Ha telekomosok vagyunk, akkor a t mobilt válasszuk, ha jettelesek vagyunk, és hang plusz adatkártyánk van, tehát amivel telefonálni és internetezni is lehet, akkor a Telenor 1. -et. Hogyha olyan szimkártyánk van a Jetteltől, ami csak adatforgalmat tud telefonálni, nem lehet vele, akkor a Telenor 2-t. Ha Vodafonosok vagyunk, akkor a Vodafone 1, -et. a Vodafone 2 már nem érvényes. Itt alul ki is tölti az adatokat, csak alig lehet látni, mert világos alapon fehérrel tölti ki, de itt vannak az APN adatok. Ha rányomunk a Save gombra, letöltődik egy kis fájl, aminek az a neve, hogy profile.bin. Ezt kell felmásolni a vadkamera memória kártyájára, mégpedig a főkönyvtárba, a benne lévő mappák mellé. Ha ez megvan, a kártyát behelyezzük a vadkamerába, bekapcsoljuk setup állásba a kapcsolóját, és ki kell írja a kijelzőn, hogy frissítés sikeres, vagy update success, vagy valami hasonló szöveget jelezvén, hogy megkapta a beállításokat. Természetesen olyan SIM-kártyát helyezzünk a készülékbe, amin van elegendő adatkeret, a feltöltőkártya van pénz rajta, aktiválva lett, ki lett belőle ütve egy telefon segítségével, hogy ne kérjen PIN kódot, illetve ha feltöltő kártyánk van és régebbi, ügyeljünk rá, hogy az éves adategyeztetés Megtörténik mindig, ugyanis ha ezt nem csináljuk meg, akkor a szolgáltató letiltja a feltöltős simkártyákat. Ha minden adott, a kamera betöltötte a fájlt, és a simkártya is, meg az adatkeret is rendben van, akkor a készülék már fog tudni csatlakozni a felhőhöz, és ha egy kicsit mozgunk előtte, meg egy kicsit várunk, akkor előbb-utóbb ide a főképernyőre meg, fognak, meg fog jönni az első kép, illetve frissülni fognak az akkumulátor, a térerő és a memóriakártya információi is. Ezután mehetünk a beállításokba, elvégezhetjük ugyan a kamerán is, de ezért van felhős kameránk, hogy tudjuk a beállításokat távvezérelni. Átnyomunk ide a Settingsre, és itt megyünk szépen sorban. A Device settings a kamera beállításai vannak, a Message Settings-ben pedig a kamera üzenetküldési beállításai. Itt, ha több kameránk van, kiválaszthatjuk, hogy melyiket szeretnénk vezérelni. Alatta adjuk meg a vadkamerában lévő szimkártya telefonszámát. A Time Calibration-nel beállíthatjuk, hogyha ezt onra állítjuk, akkor itt kiválaszthatjuk a magyarországi időzónát, illetve a téli vagy nyári időszámítás van -e és a hálózaton keresztül mindig a pontos időt fogja a kamera mutatni. A Quick setup el tudunk menteni később kedvenc beállításokat, így nem kell az összes beállítást mindig végig zongorázni, hanem mondjuk ha elmentünk egy fotós beállítást, vagy egy videós beállítást, vagy egy szórós beállítást, vagy egy váltós beállítást, ugye mindegyiknek más a jó, és ezeket elmenthetjük, és itt mindig csak kiválaszthatjuk, hogy éppen melyiket szeretnénk applikálni. Alul található az összes beállítási lehetőség, ezeken most végigmegyünk. Az első a kamera üzemmódjára vonatkozik, hogy fotót csináljon, vagy videót csináljon. Fotó esetén kiválaszthatjuk a felbontást. 3 megapixel, 8 megapixel, vagyis hogy mekkora méretű képet mentsen a memóriakártyára. Ez nem az, amit a felhőbe fog feltölteni, azok mindig ilyen adatkímélő, kis felbontású képek, de még élvezhető minőségben és méretben. Ez a memóriakártyára mentett fotóra vonatkozik. Ezt nem érdemes ilyen 16-20 megapixelre állítani, mert jobb minőségű nem lesz tőle a kép, csak fizikailag lesz nagyobb. Egy 3-8 megapixel bőven jó arra, hogy lássunk részleteket, a többi már csak több helyet foglal, de előrébb nem leszünk vele, csak hamarabb betelik a memóriakártya. Alatta a Photo Burst most egyre van állítva, ezt állíthatjuk a 10 képre is akár, ez azt jelenti, hogy ha valami mozgás történik a kamera előtt, akkor hány fotót készítsen egy húzamban, sorozatban, ami azt jelenti, hogy két kép között csak tized másodpercek lesznek, ez mint egy géppuska nyomatja a fotókat, ezt kikin vérmérséklete szerint állíthatja be, de ezek is a memóriakártyára mentett képek száma lesz, tehát fotót csak egyet fog küldeni ezekből a felhőbe. <kül> hogy melyiket küldje, az elsőt, másodikat vagy a tizediket, azt később beállíthatjuk, majd mindjárt azt is megmutatom, de lényeg az, hogy hiába csinál a kamera egy másodperc alatt sorozatban 10 fotót, csak egyet fogunk megkapni a felhőbe, a linkháziba, a többi csak a memóriakártyán lesz. Itt lehet alatta megadni, hogy most azt mondom, hogy csináljon 10 képet, vagy akár csak kettőt, hogy ez milyen sebességgel tegye, 200 millisekundum vagy 500 millisekundum teljen el két fotó között, ezért mondom, hogy olyan, mint a géppuska, mert ilyenkor... Sorozatban gyártja a képeket. Én ezt egy fotón szoktam használni, de aki szeret többet, az nyugodtan beállíthatja itt. 10 fotónál már itt megjelenik a felkiáltójel, ami azt jelenti, hogy ez már a kamerának az akkumulátorát egy kicsit gyepálni fogja, de még csak egy felkiáltójel van aminél kettő van, az még jobban, ami három van, az meg meríti az akkumulátort rendesen, úgyhogy azokat, azokkal a beállításokkal óvatosan kell bánni. Mondjuk beállítom három képre, és lassú időközt tartson két fotó között, itt lehet alatta megadni, hogy hányadik fotót küldje el. Mivel én most három fotót állítottam be sorozatban, itt lehet megadni, hogy az elsőt küldje a sorozatból a felhőbe, a másodikat vagy a harmadik fotót, Nyilván, ha tizet állítok be, akkor itt tizet ajánl föl, hogy kiválasszuk, melyiket küldje. Alatta a shutter speed, az a kamera fotó zárszerkezetének a sebessége. Ha normálon vagyunk, akkor egy kicsit több fény gyűjt be a kamera, kevésbé lesznek szemcsések, zajosak a képek, viszont a gyorsan mozgó állatok könnyebben elmosódnak. Ha a fast-ra állítjuk a gyorsra, akkor pedig lehet, hogy egy kicsit szemcsésebbek, vagy akár sötétebbek lesznek a képek, viszont az mozgó állatok kevésbé hajlamosak elmosódni. Olyan oltári nagy különbség nincs a kettő között, de érdemes vele kísérletezni. Alatta a flash power a vakúnak a fényerejét jelenti, ha lóra állítjuk, akkor gyengébb a vakú, viszont tovább bírja a kamera akkumulátora hogyha hájra állítjuk, akkor pedig erősebb vaku villan távolabbra elvilágít, viszont jobban eszi az akkumulátorunkat. Ha videóra állítjuk a készüléket, akkor itt megadhatjuk a videó méretét. Ez a dupla WVG az egy kis felbontás, a 720p az a HD felbontás, az 1080p pedig a Full HD felbontás, illetve lehet itt még 4K is, hogyha van olyan modellünk a videó length alatta pedig a videónak a hosszát jelenti, ez lehet 5 másodperces vagy 60 másodperces videó is. Aztán megyünk itt a következő menüpontra, Ez most visszakapcsolom fotóra, ez a trigger mode, ez a mozgás érzékelő, illetve a kamera működésének a beállításai, a peer trigger jelenti az infra mozgás érzékelőt, ennek itt az érzékenységét állíthatjuk. Az automatikus egy elég jó megoldás, de hogyha valamiért nem működik, túl sok fals kép jön, akkor állítsuk low-ra, tehát alacsony érzékenységűre, illetve állíthatjuk high-ra, hogyha nagyon kevés kép jön, akkor érzékenyebb lesz a kamera. Alatta az intervallumot állíthatjuk be, ami azt jelenti, hogyha folyamatos mozgás van a kamera előtt, akkor hány másodpercenként vagy percenként készítsen újabb képet vagy képsorozatot. Ha előtte, előtte, sorozatot állítottunk be, akkor nyilván sorozatot lő. Tehát mondjuk a disznók esznek a szórón, ott vannak fél órán keresztül, akkor mondjuk be lehet állítani, hogy egy percenként készítsen róluk képet, vagy videót, vagy fotósorozatot. Itt nem érdemes ilyen 5 meg 10 másodperceket beállítani, mert eleve a kamerának a képküldéshez is szüksége van pár másodpercre, és addig nem fog tudni fotót készíteni és küldeni, amíg az előző képet fel nem töltötte. Úgyhogy én itt ilyen 20-30 másodperceket szoktam beállítani, ha meg nagy a forgalom a szórón, őzek ott vannak, vagy a fácánok órákon keresztül, akkor meg inkább ilyen 1 perc, 2 perc, meg 5 perc intervallumokat szeretek beállítani. A timelapse menüpont pedig azt jelenti, hogy mozgástól függetlenül a kamera beállított időközönként mindig csinál egy képet, és elküldi a felhőbe. Ezt használhatjuk arra is, hogy egy ilyen később videóba összefűzve egy ilyen gyorsított felvétel lesz több napról egy percbe sűrítve. Ez egy dizájnos dolog, vagy jól szokott kinézni, de igazából nekünk, vadászoknak azért lehet hasznos, mert, hogyha nincs mozgás a szórón, vagy valami történik a kamerával, nem tudjuk, hogy mi van, csak azt látjuk, hogy nem jön kép, és nem tudjuk, hogy a kamera lemerült-e már, vagy csak kifogyott az adatkeret, vagy ellopták, vagy meghibásodott. Ezért érdemes beállítani, hogy mondjuk 12 óránként, vagy 24 óránként, tehát naponta egyszer csináljon egy képet, és küldje el nekünk, mint egy életjelet adva magáról, hogy működök, még minden rendben van. Aztán a következő menüpont a Worktime. itt pedig lekorlátozhatjuk a készüléket, hogyha négyféle beállítást adhatunk meg, mindegyik ugyanazt csinálja, csak lehet kombinálni őket. Így gyakorlatilag azt lehet beállítani, hogy a hét minden napján működjön a kamera, vagy csak hétvégén működjön. Ez vadászaton annyira nem lényeges, ami lényeges lehet alatta a start és a stop, itt az órát tudjuk megadni, hogyha mondjuk nem akarjuk, hogy a kamera nappal vegye fel a fácánokat és az őzeket, csak az éjszakai disznókra vagyunk kíváncsiak, akkor itt beállíthatjuk, hogy nem tudom, 4 órától vagy este 6 órától kapcsoljon be a szürkület előtt, és reggel napkelte környékén megkapcsoljon ki, ezt itt manuálisan lehet megadni. De például, hogyha telephelyőrzésre kell, akkor itt meg lehet adni nyitvatartási időn kívüli időpontokat, tehát többfélét is be lehet állítani. Aztán a következő a Send Mode, ez az Instant unlimited van most állítva. Itt azt állíthatjuk be, hogy egy nap, tehát itt van per day, hány alkalommal küldjön a kamera képet. Az Unlimited az azt jelenti, hogy bármikor, amikor készül kép, akkor a kamera egyből küldi nekünk. Hogyha ez egy forgalmasabb helyen van, akkor nyilván egész nap csipogni fog a telefonunk. Ha ezt nem akarjuk, akkor be lehet állítani, hogy egy nap csak egyszer, vagy egy nap kétszer, vagy akár egy nap 99-szer küldjön a kamera képet. Hogyha mindig csak ilyen összegzést szeretnénk látni, mondjuk a szórón való életről, akkor be lehet napi két-három alkalmat állítani, és akkor egyszerre egy csomagban fogja a kamera küldeni a képeket. A következő a Remote Control, ez pedig a kamerának a távvezérléséről szól, amit most itt beállítgatunk, és a végén elküldjük a kamerának. Ez a kérdés arra vonatkozik, hogy ezeket a beállításokat ő mikor kapja meg. Itt, ha realtime-ra állítjuk, az azt jelenti, hogy azonnal meg fogja kapni a kamera, hogyha itt valamit átállítottunk. Ez viszont látható a kis három, vagy a felkiáltó jelekből, hogy nagyon energiaigényes, hiszen a kamera folyamatosan figyeli a felhőt, folyamatos adatkapcsolatot tart, mint egy mobiltelefon, és várja az utasításokat. Még itt a félórás intervallum is közepes akufogyasztást jelent, az egy órás is, a két órás az, amire már azt írja a linkázi, hogy ez már egy viselhető dolog. Ez azt jelenti, hogyha valamit átállítunk az applikációban, vagy itt a netes felületen, akkor a kamera két óra múlva kapja meg legkésőbb az átállítást. Ha közben van mozgás és küld fotót, akkor így is úgy is felcsatlakozik a felhőre, akkor már azonnal meg fogja kapni a beállítást ez itt ez a remote control arra vonatkozik, hogy ha semmiféle mozgás nincs és inaktív a kamera, akkor milyen időközönként kérje le a beállításokat a felhőről. Az utolsó előtti menüpontnál átnevezhetjük a kamerát, mutatja a jelenlegi nevet, illetve ide beírhatunk egy másikat. Érdemes ide mondjuk a leszámot vagy a környék nevét beírni, amikor áthelyezzük a kamerát, és akkor Későbbiekben mindig tudni fogjuk a fotókról, hogy hol készültek, ha esetleg nem ismernénk meg a kép alapján, bár ezt azért nehezen hiszem. Viszont jól jön akkor, hogyha több kamerát használunk, és akkor különbséget tudunk tenni a felhőbe érkező képek, meg hát természetesen a kamerák között, hogyha valamelyiket átállítanánk, akkor név alapján tudjuk euh, megtalálni, hogy melyik kameránkat szeretnénk módosítani. Az utolsó menüpont pedig az Overwrite, itt csak egy on és egy off-beállítás van. Ez annyit tesz, hogy ha betelik a memóriakártya, akkor ha off-ra van állítva, a felülírás ez az Overwrite, akkor megáll a képeknek a mentése és készítése. Ha meg onra állítjuk, akkor elkezdi a régi képeket a memóriakártyán felülírni, és akkor egy ilyen végtelenített ö, folyamatban fog képeket csinálni. Soha nem fog betelni a memóriakártya, hanem mindig új képek lesznek rajta, és a régebbiek törlődnek. Ha végeztünk a beállításokkal, a végén ne felejtsünk el az Apply to Device gombra nyomni, hiszen ez fogja továbbítani a kamerának a parancsokat. Ha meg szeretnénk a fentebb említett Quick setup elmenteni az adott beállításainkat, akkor pedig a Save to Quick Setup gombra kell rákattintani. A kamera addig nem fogja megkapni az itt beállított paramétereket, amíg az Apply to Device-ra rá nem nyomunk. Aztán itt fönt a Message Settingsnél szintén kiválaszthatjuk a kamerát, amelyiket módosítani szeretnénk. Alatta ez az első azt mutatja, hogy mikor küldjön az a kamera üzenetet, ha 50%-on van az akkumulátor, ha 30%-ot éri el, a 20 vagy 10 tehát egy figyelmeztetést küld, hogy merülőben van az aksi. Ugyanígy tud figyelmeztetést küldeni a memóriakártyáról, hogyha már 50%-ban betelt, akkor is tud kép üzenetet küldeni 20%-nál és 10%-nál, is itt egyszerre többet is lehet kiválasztani. Ami piros, ott mindenképpen fogunk kapni értesítést, ezt csak azon felül tudunk még értesítéseket beállítani. Illetve itt a linkeházi tárhelyünk beteléséről is tudunk értesítést kapni. Alatta a hőmérsékletről, tehát hogyha mondjuk beállítunk egy mínusz 15 fokot, ha ezt eléri a külső hőmérséklet, akkor a kamera üzenetet fog küldeni, hogy itt bajok lesznek az energiaellátással, mert túl hideg van. Alatta beállíthatjuk az e-mail küldést is, hogyha nem csak a felhőbe szeretnénk képeket kapni, hanem egy e-mail címre is küldje el a kamera, akkor itt ezt bejelöljük, ide megadhatjuk az e-mail címet, amire szeretnénk, több e-mailt is hozzá lehet adni, és több e-mailre is a felhőn kívül még el fogja küldeni a kamera a képeket. Itt nem kell a kép, e-mail kamerákhoz képes semmilyen ö, szervert és ilyeneket beállítani, mert itt nem a kamerának a saját e-mailje, vagy nem egy gmail-es cím küldi a képeket, hanem a linkázi felhő saját maga fogja küldeni a, az e-mailekre a fotókat. Ha nem akarunk e-mailt kapni, akkor kapcsoljuk ki. A new file ezt hagyjuk természetesen bekapcsolva, hiszen minden új kép érkezésekor az applikáció küldeni fog egy értesítést a telefonunkra, a zárolt kijelzőre, hogy új fotó érkezett. Ha ezt kikapcsoljuk, akkor csak akkor fogjuk látni, hogy új kép jött, amikor ránézünk az applikációra. Természetesen a változtatásokat itt a Save gombbal el kell mentsük. Aztán itt a következő menüpont a Super View, itt fogjuk látni a képeket, amiket a kamera küldött, mivel én most vittem fel, ezért egyet se látunk, de itt fön tudjuk megszabni, hogy melyik kameránknak a képeit szeretnénk látni, hogyha több kamerám lenne, akkor név alapján itt sorolná az összeset, és külön-külön le tudjuk szűrni kamerára, vagy az All menüponttal az összes kamera képét látjuk. Aztán a Képtípusnál le tudjuk szűrni arra, hogy a kedvencként megjelölt fotókat mutassa csak, vagy csak a fotókat, csak a videókat, csak a fekete-fehér éjszakai képeket, vagy csak a színes nappali képeket mutassa, vagy ugye az ollal mindegyiket. Itt le tudjuk szűrni dátum szerint, hogy melyik képeket mutassa. Használhatunk ilyen tegeket, ilyen kulcsszavakat is, arra is tudunk szűrni illetve a trigger módra, tehát például ha a kamera be van állítva, hogy timelapse funkcióban naponta egyszer küldjön egy képet, mint egy életjelet adva magáról, akkor leszűrhetjük, hogy ezeket a képeket nem mutassa, csak azokat, amiket valóban a PIR mozgásérzékelő csinált, vagy amiket kérésre készített a kamera, vagy amiket manuálisan a kamera kombiaival készítettünk. Ha itt lennének képek, azokat ki tudjuk jelölni, ki tudjuk őket törölni, illetve ez a batch operation egyszerre több képet is ki lehet jelölni és törölni, vagy letölteni, vagy hasonló feladatokat végezni vele. A következő menüpont a location, itt elvileg a kamerák pozícióját tudja GPS alapján mutatni, de ez még szerintem inkább egy ilyen jövőbeli szolgáltatás, mert a legtöbb Vision kamerában tudtommal nincsen GPS, de ha lenne, akkor GPS alapján térképre tudja tenni a fotókat, illetve a kamera elhelyezkedéseket. A következő menüpontban az accountban pedig a felhasználói fiókunkkal kapcsolatos dolgokat változtathatjuk meg, jelszót tudunk cserélni, e-mailt tudunk átírni, telefonszámunkat tudjuk megadni, és a többi. Külön még érdemes megemlíteni a guest account menüpontot, itt barátokat hívhatunk meg, vadásztársakat, hogy ők is lássák a kamera képeit. Ők nem tudják állítani kameránkat, csak a küldött képeket a felhőben tudják megtekinteni. Ha ide rányomunk a plusz gombra, akkor megadhatjuk a nevét az illetőnek, megadhatjuk, hogy hány napig kapjon hozzáférést a kameránkhoz, illetve kiválaszthatjuk, hogy mely kamerák legyenek megosztva vele. Arra figyeljünk, hogy a névhez ne a tényleges nevét írjuk be az illetőnek, hanem őnek is be kell regisztrálni a linkáziba, és amit felhasználói nevet megadott, itt a personal information be találja meg, azt kell ide beírni, mert abból fogja tudni a linkázi, hogy kivel kell megosztani a, az adott kamerát, amit itt kiválasztunk. A My Device menüpontban láthatjuk a kameránknak az adatait, mikor adtuk hozzá, hány fotót, videót csinált az elmúlt időszakban. Visszatérve ide a főképernyőre, ugye itt a kameráknál vannak ö, háromféle ikon, ez a beállítások, ezt már áttárgyaltuk, itt az adott kamerának a helyszínét tudjuk megtekinteni térképen, erről is volt szó, ez az utolsó pedig a képkérés a kamerától, ami azt jelenti, hogy nem timelapse alapján és nem mozgás alapján küld a kamera képet, hanem mi itt rányomunk, és amikor a kamera megkapja ezt az instrukciót, akkor azonnal készít egy képet, és feltölti a felhőre. Tehát ez egy manuális képkérés. Ez csak akkor működik azonnal, hogyha előtte itt a beállításoknál a remote control menüpont, itt ugye real-time-ra van állítva, de mint mondtam, ez nagyon meríti az akkumulátorokat ezért ezt nem javasolt annyira a használata, cserébe viszont ilyenkor azonnal reagál a kamera nem csak az átállításra, hanem a képkérésre is. Hogyha ezt mondjuk két óránként intervallumra állítjuk, akkor ha itt kérünk egy képet a kamerától, akkor, és nem történik semmi addig, akkor két óra múlva fogja megkapni ezt a parancsot, és akkor fog egy képet készíteni. Amit itt eddig elmondtam, ez teljesen ingyenesen használható a linkeáziban, ez minden felhős kamerához jár. Ami fizetős szolgáltatás ilyenkor, az az, hogy itt a Superview-ban a képeket a linkeázi 10 napig tárolja. Ha túlépjük a 10 napot, akkor a 10 napos képeink kitörlődnek, és a helyükre jönnek az újak, tehát egyszerre mindig 10 nap képeit fogjuk látni. A memóriakártyán természetesen ott lesz minden kép, tehát onnan nem törlődik, ez csak a felhőt érint, és a felhőben lévő kis felbontású fotókat. Ha nem elég valami miatt a 10 nap, akkor tudunk előfizetéssel nagyobb csomagot kérni. Ezeknek már havidíja van, de akkor hónapokra ki lehet tolni a linkeázi felhőtárhelyünket. Ennyi tehát a Zulo Vision linkeázi működése, illetve a kamera felhős kamera beállítása. Még egyszer mondom, hogy amit itt elmondtam, az teljesen ingyenes, és azt gondolom, hogy a képküldős vadkamera működésnek a legmodernebb, leg 21. századibb működési formája a felhőstárhely. Sziasztok!